Ja, kapcsolatot az mindig jó. Nem, nem, ez tökéletes helyen lesz. A projektorral történt valami. Fogjuk a MacBook-ra, arra mindent rá lehet fogni. Nem egyébként, nem tudom, láthatok-e, volt ez a gotupéres problémájuk, aztán most meg van a GNU-TLS-nek egy 10 éve kihasználható problémája, és Balázs Zoli szintén szakmabeli fogalmazta meg a legjobban a következő az lesz, hogy kiderül, hogy a Windows-ban meg van egy 3.1-től 8.1-ig érintő SSL probléma. De hát ilyenre gondolni sem erre. Szóval hash innen, és itt most éppen IT-biztonsági szakiként próbálok majd beszélni, ugyanis hát elég sok mobil alkalmazás került mostában a kezünkbe, mert úgy néz ki, hogy mindenki ilyet akar fejleszteni, sok a webfejlesztő, aki nekiállt mobilapot fejleszteni, mert ő ért ahhoz is, és ez tök jó, mert nekiállt a kriptográfiát implementálni, mindig vicces. 10 éve egy kicsit egyszerűbb volt, tehát az ember elővette a PHP 24 óra alatt című könyvet, abban le volt írva, hogy MD5-tel kell a jelszavakat kezelni, és akkor minden jó lesz, és a Magic Quotes megvéd minket az SQL Injection-től is egyébként is. De úgy látom, hogy most így 10 évvel később van némi káosz néhány fejben, úgyhogy gondoltam, hogy erre rakom, hát ha valaki, mindenki csak 1%-ot újdonságként érték el a preziből, és akkor már jól jártunk valamivel. Olyan ez, ez pörög-forog. Szóval, kezdjük azzal, hogy mi az a hash, szerintem a legtöbben azért, hogy van egy ötletetek arra, hogy mi. Én most kezdem a legegyszerűbb ötlettel, ugye csinálj, nevezzük ezt egy olyan függvénynek, ami a bemenetét egy rögzített hosszúságú értékészletre leképezi. Itt most éppen kétjegyű számokra, ezt a Wikipédiáról loptam egyébként. És ezt egyébként inkább arra szoktuk használni ilyen formájában, hogy mondjuk attól függően, hogy ki melyik valláshoz tartozik, asszociatív, tömbnek, dictionary-nek, hashmap-nek, hashtable-nek, akárminek nevezzük. Ebben tárolunk adatokat, mert az, hogy hova rakunk be egy elemet, azt azzal tudjuk szépen eldönteni, hogy lefuttatunk rá egy ilyen hash-függvényt. Egyébként egy tipikus példa a CRC 32, ami ugye 4 byte-ra 32 bitre leképezi, ezért a 32 a végén a dolgokat, és hát szintén 20 évvel ezelőtt, nem, az nem 10, 20 évvel ezelőtt még a Hackers című filmben mondták, hogy a risk az milyen jó lesz, ugye abban az esti jelenetben a gép előtt. Hát itt most eljutottunk, hogy annyira nem reduced instructions, hanem inkább komplex CISC gépeink vannak, hogy van olyan CPU, ahol van külön utasítás arra, hogy CRC-t hajtson végre. Tehát ez már nagyon jó hardveres támogatást élvez, csak ugye elsősorban egy ilyen CRC az attól véd meg minket, hogy véletlenül nem módosuljon egy csomag vagy ilyesmi, tehát nem nagyon használható kriptós dolgokra. Se baj, vannak kriptográfiai hashing, ebből igen, nagyjából annyi látszik, hogy a bal oldalon alig változik a szöveg, viszont a jobb oldalon mégis elég nagy változások történnek a kimenetben. Tehát kriptográfiának elsősorban azokat a hasheket kezdjük el nevezni, amik védenek a szándékos manipulációval szemben, vagyis szeretnénk azt elérni, hogy egy adatról tudjuk, hogy ezt nem módosított egy rossz indulatú fél, mégpedig mondjuk úgy, hogy nekünk megvan ez a rövid ellenőrzőszegünk, és megpróbáljuk nehézzé tenni például ezzel a sok módosulással, hogy következtetni lehessen róla, hogy na még egy picit kell csavarni rajta, és már is elérjük a jó hash értéket. Ez mind szép és jó, csak ezt is elkezdik rosszra használni. Például az MD5 és SH1 is egyébként ilyen volt, és hát majd mutatok alternatívákat, hogy mit lehetne mostanában használni helyette. Sokan viszont kitalálták, hogy tök jók ezek a hash függvények, használhatnánk arra, hogy aláírjunk kiadott dolgokat is, és hú, hogyan írjunk alá. Hát vegyünk egy kulcsot, rakjuk mögé az aláírandó értéket, és ezt hasheljük le. Ezt egy csomóan használták egy időben, és elsőre úgy is tűnhet, mint ami működik. A probléma az, hogy ez az, amikor a programozó összekeveri magát a matematikussal, ami majdnem olyan rossz, mint amikor ez fordítva történik. És egyszerűen nem tudja, hogy a hashfüggvények vannak olyan tulajdonságai, ami miatt például egy ilyen aláírás nagyon jól hamisítható. És ezért tárták ki a hámeket. Az ábra bemutatná a működését, de soha nem implementáltuk be, szintén azért, mert senki sem matematikus a programozók közül, hanem vannak tök jó library-k, és használjátok, mert a hámek pont azt csinálja, amit ti szerettetek volna egy hash függvénnyel és egy összefűzéssel, de ez nevezetesen megoldja, hogyha neked van egy kulcsod, majd végrehajtod egy adatmennyiségre a hash függvényt, akkor az ne lehessen még a hash működését, eredményét és a bemenő adatot ismerve sem úgy megváltoztatni a bemenő adatot, hogy jó legyen a kimenet. Tehát igazából arra jó, hogy kiadja a usernek valamit, és annak a sértetlenségéről meggyőződj.
Viszont egy probléma van ezzel az összes hashfüggvénnyel, ezt arra tervezik, hogy gyors legyen. És többek között ennek előnye az ugye, hogyha egy 4 gigabájtos fájlra ki akarsz számolni egy ilyen ellenőrző összeget, akkor az neked fasza lesz, mert nem kell éveket várnod. Viszont vannak, akik az úgynevezett ez a key derivation function-ra akarják használni, amikor te egy kulcsot szeretnél létrehozni. Például mobil alkalmazásban le akarod titkosítani az adatbázist, és ez egy jelszót akarsz használni, de a jelszó az rövid, meg kicsi az entrópiája, és megpróbálsz kulcsot generálni belőle. De ha te erre egy olyan hash-t használsz, amit direkt arra terveztek, hogy gyors legyen, akkor nyilván ez a támadónak is gyors lesz, ráadásul ugye a mai grafikus kártyákkal ez tök jól megoldható, hiszen mit csinál egy grafikus kártya? Párhuzamosan ugyanazt a feladatot több inputon végrehajtja, ez például shadereknél nagyon jó, mert minden pixelre ugyanazt a függvényt akarom végrehajtani, de milyen jó, hogy a hash is ugyanez, sok bemenetet végig akarok próbálni, és ezt párhuzamosan végrehajtja, mit tudom én, hány száz korona kártya. Szóval igazából ezért használjátok inkább megfelelő key derivation function-ket erre a célra, nem úgy járjátok, mint ez a user ezen a filmen, amit remélem azért ismerek egy páran. Úgyhogy összefoglalásként, hogy tényleg legyen egy ilyen hasznos része is, amit elvihettek magatokkal. Hogyha szeretnétek jelszót tárolni, nyilván azért plaintextben remélem, hogy senki nem tárolja, legalább egy ROT 13-at, vagy egy dupla ROT 13-at rátesz a biztonság kedvéért. Használjátok S-kriptet vagy B-kriptet, ezek elég faszafüggvények, és főleg az S-kript nagyon nehezen párhuzamosítható grafikus kártyán. Vagy ha valakinek előírja a főnöke, hogy ilyen szabványos régi szart használjon, akkor még a PBKD-ért nem rossz. És használtok SOAT hozzá, ez a SOAT-nak a hülye magyarítása. Ez ugye arra szolgálna, hogy ne lehessen előre kiszámolni egy csomó értéket, és aztán ezt egy ilyen kis szótárként odavinni, hogy na, ez a hash, ez ehhez a hashhoz tartozik. Ha aláírni akartok valamit, használjátok HAM-eket. Ha kriptográfiai kivonalat akartok használni, ne SH1-et, nem győzött, használjátok SH2-t, vagy ha kalandorok vagytok, próbálkozhattok az utódaival, amik legalább olyan jók, de lehet, hogy 5 év múlva tudjuk meg róluk, hogy igazából triviálisan széttörhető. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Kérdések. Ott. Köszönöm. Aki esetleg nem érti, hogy Stefan miért röhögött azon a kérdésen, hogy JavaScript library van-e már belőle, azoknak felfedni, igen, vannak, akik azt hiszik, hogy JavaScript-be lehet kriptót csinálni, de igazából nem, felejtsük el, nagyon rossz. Tehát egy olyan programban akarunk megbízni, akár mondjuk vannak ilyen politikai aktivisták, akik el is hiszik, hogy megbízhatnak benne, mert olyan aranyos logója van, meg egy csomó nagy nevű emberre twittelte. Szóval olyan adatokat bízol egy olyan algoritmusra, ami egy olyan böngészőben fut, ami mindig a szerverről tölti le az adatokat. Tehát igazából bízol abban, hogy a szerver nem kompromittált, mondjuk akkor már tarthatnál speciál a szerveren is, és akkor mondjuk nem a te eszközödön múlna a dolog. Tehát ez a tipikus biztonsági illúzióját hozza magával. Tehát egy megbízhatatlan helyen tárolsz jelszót, amit valójában távolról valaki tud irányítani. Tehát senki nem biztosít téged arról, hogy a szerver üzemeltetője holnap nem cseréli le ezt az oldalt egy olyan JavaScriptről, hogy amúgy egy Ajax hívással posztold is már fel a plaintext változatát mindenednek. Köszi. Felejtsük el a JavaScript kriptot, jó? Ez nagyon rossz. Esetleg kérdés? Ilyen Node.js, ez csodálatos. Egyébként a másik, amiért a JavaScript nem jó, és itt a Node.js-t esetleg behozhatjuk a történetbe. Ezt kérdésnek vettem ilyen szempontból. Nem véletlen, hogy nem sok crypto library van magas szintű nyelven írva, ugyanis ismét ez a, ha elolvasod, hogy az AS hogy működik, vagy mondjuk a TripleDS vagy az RSA, azt mondtad, hogy wow, ez tök egyszerű, ezt tök jól tudnám implementálni, és leülsz, megírod 20 sor Pythonban, vagy 10 sor Rubyban, vagy 5 sor Perlben. És igazából jó, utóbbi kettőt gézipelheted, ugyanolyan olvasható marad. És igazából a probléma az, hogy igen, implementáltad, korrektül működik az algoritmus, csak éppen van még 20 olyan dolog, amit egy kriptoszakértő lát meg rajta, hogy miért rossz. Például több áramot vesz fel a géped, amikor éppen egy egyes dolgoz fel a kiusban, mint nullában. Vagy például elkezded ellenőrizni, mondjuk össze akarsz hasonlítani két kulcsot, elkezded balról ellenőrizni, mit csinál egy kóder? Hú, ezen gyorsíthatnék, ha már a második bit nem stimmel, akkor előbb return false-olok.
tök jó, a támadó már is tudja mérni az idejét, hogy pontosan hány bitek sikerült általánia innentől, N négyzet helyett, N időben már is meg tudja fejteni a kulcsot. Tehát emiatt nem jó fölmenni ilyen nyelvekre, mert nem tudod, hogy a vas valójában mit fog végrehajtani alattad, még mondjuk C-ben, esetleg assembly betétekkel tök jól meg tudod oldani, hogy tényleg minden mindig ugyanannyi időt vesz igénybe, ugyanannyira terheli a gépet, és nem lehet ezeket az úgynevezett side channel támadásokat megvalósítani, amikor az algoritmus töröd meg, hanem azt, ahogyan implementálták. Kérdés még? Utolsó kérdés. Hát, ha ez még megmozgatja valakinek a fantáziáját. Ott látok egy. Köszönöm szépen a kérdést, sajnos nem látom, ki tette föl. Tudok-e eseményről, ami érdemes? Igen, szerencsére van itt Budapesten egy ilyen hackerspace nevű hely, ahol havonta egyszer nagyjából plusz-minusz két hét rendeznek Kryptonite nevű dolgot, hsbp.org/Kryptonite, és a legutóbbi kettőnek még az előadását is feltöltöttük YouTube-ra, úgyhogy onnan lehet ilyen minőségcsekkeket végezni, de általában elhívunk valakit, hogy aki ért is hozzá, és közérthetően nem is tudja mondani nekünk, hogy hogy működik valami olyasmi, amire vagy eddig rábíztuk a titkainkat, vagy a jövőben szeretnénk rábízni a titkainkat. Akkor átadom a következő előadónak a szót.